Az emberek átlagosan életük egy harmadát alvással töltik el, de még ennek ellenére is meglepően sok érdekes dolog van, amit a legtöbben nem tudnak az alvással kapcsolatban. A világon számos különféle klinika szakosodott olyan emberek gyógyítására, akik képtelenek az alvásra, és ezek a klinikák rengeteg kutatást végeztek el azokról a dolgokról, amik alvás közben velünk történnek. Az alvás rendkívül fontos, és valójában sokkal több dolog zajlik le a testünkben, mint amit el tudnál képzelni, ezért a mai videóban összegyűjtöttem nektek 10 különleges dolgot, ami alvás közben történik veletek. Ha még új vagy itt, akkor ne felejts el feliratkozni, és ha ez megvolt, akkor kapcsold be az értesítéseket is, hogy az elsők között értesülj a legújabb toplistákról. Bénulás. Az alvás REM stádiumában, ami tulajdonképpen az a pont, amikor az ember a legmélyebben alszik és álmodik, a kezeink és a lábaink szó szerint lebénulnak, ami tulajdonképpen rendkívül hasznos. Most képzeld el, hogy azt álmodod, hogy valakivel verekszel, és a karjaid és a lábaid ugyanúgy mozognak, mint ahogy azok az álmaidban is mozognának. Valószínűleg a melletted lévő embernek nem lenne túl sok jóban része ebben az esetben. Ez az átmeneti bénulás minden embernél bekövetkezik alvás közben. Néhány ember úgynevezett alvási bénulásban szenved, ami elalvás előtt vagy közvetlenül az ébredés után következik be. Az alvási bénulást átélő emberek ébredés után a tudatuknál vannak, de néhány percen keresztül képtelenek megmozdulni vagy kinyitni a szemüket. Az alvási bénulás egyáltalán nem veszélyes, viszont rendkívül félelmetes lehet egy olyan ember számára, aki ezt először éli át. Elalvás előtti rángások. Valószínűleg számodra is ismertek azok a rángások, amik közvetlen elalvás előtt történnek meg veled. Ezek legtöbb esetben csak a végtagokat érintik, de megtörténhet az is, hogy a teljes testünk megrándul. Erre a jelenségre két különféle magyarázat is létezik. Az egyik magyarázat szerint az izmaink elalvás előtt elkezdenek ellazulni, amit egy bizonyos ponton az agyunk úgy érzékel, mintha a testünk egy zuhanó állapotban lenne. Ilyenkor az izmunk megfeszülése az agyunk által képzett zuhanás során bekövetkező becsapódás erejét próbálja megcsökkenteni. Ha történt már meg veled az, hogy azt álmodtad, hogy zuhansz, akkor most már tudod, hogy miért ébredtél fel egy hatalmas és hirtelen izom összehúzódásra. A másik elmélet szerint a szívverés és a légzés elalvás során folyamatosan lassul. Az ébrenlét és az alvás határán az agytörzsben működésbe lép egy aktivációs rendszer, melynek feladata az alvás és az ébrenlét közötti állapot fokozatos változtatása. Ennek hatására olyan idegsejtek kerülhetnek ingerület alá, amik a végtagok mozgásáért felelősek, aminek következtében bekövetkezhetnek ezek a rángások. Robbanó fej. Talán még nem hallottál a robbanó fej szindrómáról, de jobb, ha tudod, hogy ez az egyik legfurcsább dolog, ami alvás közben megtörténhet veled. Az emberek, akik a robbanó fej szindrómát átélik, egy hatalmas képzelt zajt hallanak közvetlenül elalvás vagy ébredés előtt. Ez a zaj általában egy hatalmas robbanás hangjával egyenlő, amit tulajdonképpen csak az agyunk hoz létre. Az ebben a betegségben szenvedő emberek általában valamilyen nyugtalanító dologgal élnek együtt a mindennapjaik során. A tudósok úgy gondolják, hogy a robbanó fej szindrómában szenvedő alanyok agya az elalvás előtt ahelyett, hogy kikapcsolna, egy nagy mennyiségű energiát hoz létre, amit az agy egy hangos robbanásszerű zajként érzékel. Szerencsére ez a szindróma csak nagyon ritkán fordul elő és általában hamar elmúlik, amint az illető élete stresszmentessé válik. Növekedési hormonok. Számos oka van annak, hogy gyerekkorodban miért mondták azt neked, hogy időben feküdj le aludni, hogy rendesen kipihenhessd magad. Nos, valószínűleg az egyik ok az volt, hogy egész nap a szüleid agyára mentél, és a szülők is csak emberek, így nekik is kell egy kis nyugalom néha. De a kiadós alvásnak van egy kutatásokkal alátámasztott előnye is. Alvás közben a növekedési hormonok termelődése az egekbe szökik. Ezek a hormonok az izmok és a csontok növekedéséért felelősek, de elősegítik a testünkben található cukrok és zsírok feldolgozását is, valamint a bőrünkben található kollagént is stimulálják. A szaglás kikapcsol. Az lehetséges, hogy a reggeli vagy a kávé ellenállhatatlan illatára ébredsz fel, de abban biztos lehetsz, hogy nem ezek az illatok azok, amik felébresztettek téged. Ez tulajdonképpen annak az eredménye, hogy alvás közben a szaglásunk teljes mértékben kikapcsol. Ebből adódóan rendkívül fontos az, hogy a házunkban legyen füstjelző, mivel alvás közben még a füstnek az illatát sem érezhetjük. Abban az esetben, ha az álmaid során valami kellemes illatú tárgyal találkozol, jobb, ha tudod, hogy ezeket az illatokat csak az agyad hozza létre, és nem azért álmodsz erről, mert az az illat vesz téged körbe a szobádban.
Ennek tudatában az is kiderül, hogy a kávéreklám, amiben a frissen főzött kávé illata végigmegy az egész lakáson, majd az az alvó ember orrába behatolva felébreszti az alvó szemét, ami a valóságban soha nem következhetne be. De nyilván nem várhatjuk el ezektől a cégektől, hogy valósághű reklámokat hozzanak létre. A haszontalan információ. Annak az információnak a mennyisége, amit az agyunknak egyetlen nap alatt fel kell dolgoznia, hatalmas. Abban a pillanatban, hogy reggel kinyitod a szemed, az agyad folyamatos információkkal van terhelve. A melletted elhaladó autónak a színétől kezdve, a melletted beszélgető emberek szájából elhangzó szavakig, az agyunk mindent eltárol. Ezeknek az információknak a nagy része teljesen haszontalan, és semmi szükségünk arra, hogy ezeket megjegyezzük. Abban az esetben, ha ezeket az információkat mégis megjegyeznénk, az agyunk nagy mértékben le lenne terhelve, és egy idő után képtelen lenne megfelelően működni, és problémák adódhatnának a fontosabb információk előhívásával, mivel az agyunknak ebben az esetben túlságosan sok információ között kéne kutasson. Szerencsére az agyunk alvás során rendszerezi a különféle információkat, és elfelejti azokat, amire semmi szükségünk nem lesz a következő nap. Repkednek a pingvinek. Alvás közben a testedben lévő összes izom ellazul, beleértve azokat is, amik az első randit során segítenek abban, hogy még véletlenül se égesd be magad egy hatalmas pingvin eleresztésével, ami az előző esti három tányér bableves eredményeként őrült módon próbál meg kijutni a friss levegőre. Talán ez lehet az oka annak, hogy a szaglás is kikapcsol alvás közben. Nos, ezt soha nem tudhatjuk meg, de jobb, ha mindenki tisztában van azzal a ténnyel, hogy a bennünk felgyülemlő gázok alvás közben folyamatosan távoznak el belőlünk, amit ilyenkor egyáltalán nem lehet kontrollálni. A problémák megoldódnak. Biztos veled is történt már meg az az eset, hogy valamire próbáltál megoldást találni, és a megoldásra rögtön a reggeli ébredésed után jöttél rá. Ez meglehetősen gyakran történik meg az emberekkel, ami ráadásul rögtön megmagyarázza azt is, hogy honnan ered az alszom rá egyet kifejezés. Valószínűleg azt gondolod, hogy az agyad alvás közben teljesen kikapcsol, de ez egy tévhit, mivel az agyad ilyenkor azokat a problémákat oldja meg, amit a nap folyamán képtelen lenne megoldani. Különféle kutatások szerint az agyunk alvás közben képes olyan részeket is felhasználni a probléma megoldására, amire napközben képtelen lenne. Egy másik elmélet szerint az álmok azért léteznek, hogy azok segítsék megoldani a mindennapi problémáinkat. Legközelebb, ha valamire nem tudod a megoldást, akkor ne erőltesd magad, és aludj rá egyet. Valószínűleg másnap reggelre a megoldással a fejedben fogsz felébredni. Az álmaid ismétlődnek. Történt már meg az veled, hogy ugyanarról a dologról álmodtál egymás után többször is? Nos, ha igen, akkor nem kell aggódnod, ugyanis nem vagy egyedül. Rengeteg ember él együtt visszatérő álmokkal, és talán jobb, ha ezek az emberek elkezdenek jobban odafigyelni ezekre az álmokra, mivel ezeknek általában rendkívül fontos jelentésük van. Kutatások szerint ezek a visszatérő álmok az ébrenlétünk során jelentkező megoldatlan problémákra keresik a megoldást. Az lehetséges, hogy ezekben az álmokban nem pontosan az fog lezajlani, amivel problémánk van a hétköznapjainkban, de az biztos, hogy olyan részleteket tartalmaznak, amiknek köze van ezekhez a megoldatlan problémákhoz. Az álmaid feljegyzése és ezek jelentésének a megértése segíthet olyan problémák megoldásában, amiket másképp képtelen lennél megoldani a hétköznapi életed során. Az alvajárás. Ha esetleg te nem vagy alvajáró, akkor is nagy az esélye annak, hogy legalább egy olyan embert ismersz, aki az. A földünkön élő emberek 10%-a rendszeres alvajáró, amivel nincs is semmi probléma egészen addig a pontig, míg ez egy megszokott környezetben történik meg az emberrel. Ha az alvajáró ember egy idegen környezetben van, akkor rendkívül súlyos és esetekben végzetes problémák is adódhatnak. A 27 éves Rob Williams, aki egy esti bulizás után egy hotelben szállt meg a kollégáival együtt, az életét vesztette, miután lezuhant a hotelszoba teraszáról alvajárás közben. Az alvajáró emberek általában csak körbe sétálnak a házban, vagy lemennek a hűtőhöz, hogy enjenek valamit, de az is előfordulhat, hogy beülnek az autóba és elkezdenek vezetni. Nos, ennek tudatában jól látható, hogy az alvajárás mennyire veszélyes, így jobb, ha te is tudod azt, hogy a legbiztonságosabb megoldás az az, ha az alvajáró embert felébresztjük, és nem foglalkozunk azzal a tévhittel, miszerint egy alvajáró embert soha nem szabad felébreszteni. Nektek mi volt a legfélelmetesebb vagy legkellemesebb dolog, amiről valaha álmodtatok? Válaszaitokat írjátok le egy kommentbe, és ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, megosztani és feliratkozni a csatornára.
Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!